Sziasztok! Ma innen ettől a képsortól folytatjuk, amikor is bemutattam nektek, hogy hogyan nem sikerült a tetőhajlás szögeket összehozni, azon a régi kádár kockán, amit hát egy nem igazán hozzáértő ács emberke kezdett el felújítani. Ő valóban ács volt, papírja is volt, de nem volt meg a kellő szakmai gyakorlata, ahogy azt be is ismerte, és ugye itt volt a legdurvább Példa, amikor a tetőnek a hajlászóba nem jött össze, és így az RF-cseppentőnek a magasságát sem lehetett összehozni, és ha ilyet láttok, hogy nem jön össze az RF-csatorna magassága, akkor bizonyos ne higgyetek a mesternek, az sem a hó, sem a szél, sem pedig a négy évszak nem fogja majd helyrehozni, ezt csak is jó szerkesztéssel lehet megcsinálni. Szóval itt hagytuk abba a múltkori videót, megnéztük, hogy beázik a vápánál a fóliázás, mert át van szögelve, és folytassuk a tulajdonképpen a koszorútól, és onnan, hogy kell-e egy kádár kockára koszorú, hogyha annak fafödémje van. Tudomásul veszem, elfogadom, az emberek elkezdenek egy régi házat felújítani, az elsőnek a tetőt fogják ledobni, ha kell, hanem nyilván ez az egyik leglátványosabb, de leginkább szem előtt levő része, és ugyan ráköltünk nagyon sok pénzt, de nagyon látványosan szebb lesz az épület. Itt mutatom, hogy felkerült egy új talpszelemen erre az öregecske gerendára, amit itt lehet látni. Ezt mutogatom itt a, a kezemmel. Deszkázattal burkolták. Ugye korábban alul levágták a kilógó gerendavégeket, és erre azt a kezeletlen, világos színű talpszelement hosszanti gerendát azt fektették fel, és azt csavarozták oda. Na, azt kell tudni a régiekről, hogy ugyanakkor a hibákat vétettek, mint manapság, viszont az úgy szoktuk, és ahogyan kell csinálni, úgy folytatjuk, az nagyon erősen megvolt. Voltak régi építési hagyományok, szokások, amihez nagyon tartották magukat, és ez az, az öreg gerenda, ami ott a mennyezetben van, az egy mennyezeti gerenda volt, az kilógatták az eresz vonalig, vagy a homlokzati sík elé, és ebbe csapolták bele a szarufát. Volt már ilyen videó régebben, ahol egy régi tetőszerkezetet elemeztem, és itt mutatom nektek, hogy itt van ez a bizonyos fa gerenda, mennyezeti gerenda, ami sok esetben a mennyezeten látszik is, szépen meg van munkálva, le van törve az éle, és ennek a tetejére fölülről rátesznek egy deszkázatot, amit később lezsaraznak, de most minket nem ez a része érdekel, hanem az, hogy kell-e koszorú a kádárkockára, vagy egy öreg parasztházra. Ha ennek a gerendának a vége el van korhadva, akkor nem nagyon tudsz mit tenni, valóban le kell vágni, és az itt látható módon hosszába végig fektetnek rá egy javaslom, hogy kezelt, fenyőgerendát, amit oda is csavaroznak. Ugye ehhez fontos, hogy legyen annyi egészséges farész, amihez lehet csavarozni, és onnantól kezdve egy klasszikus tetőt fel lehet építeni. Egyébként ezt nem annyira szeretem, mert így az eresz vonal képes lejjebb jönni, eltakarja az ablakokat esetleg, ilyet is láttam már, illetve bejárnyékolja az ablakokat, úgyhogy ez egy nagyon megfontolandó a dolog, de amint látjátok, itt nem készült vasbeton koszorú, és ezt viszont jól csinálta a kollega, nem verte egyrészt felesleges költségekbe, a tulajdonosokat kettős zárójelben jegyzem meg, hogy egy átlagos épületnek a beton koszorúnak a súlya nem jelentene különösebben problémát. Mi a másik dolog, ami miatt nem érdemes feltétlenül koszorút csinálni? Attól, hogy van koszorú, és a csavarokat prémán bele lehet betonozni. Attól nem lesz stabilabb a tető, hiszen mi fogja össze a tető két szélén a koszorút? Erre rátámasztanak egy tetőt, hatalmas súlyjal szét fogja nyomni két irányba a vasbeton koszorút. Egyébként erre már láttatotok szintén példát a csatornán, ahol egy házra feltettek egy koszorút, és ezeket a koszorukat nem kötötték össze. A szarufákat sem kötötték össze, sem fogópára, sem vonóvassal, semmivel, és gyakorlatilag fordította le a rosszul betonozott koszorúról a talpszelement a tetőnek a nyomása. Egyébként nem szabad ezt túl Ismerni kell a tetőnek az erőjátékát, érdemes megnézetni egy hozzáértő kivitelezővel, építéssel. Egyébként nem kell ehhez statikus. Elárulom nektek, a műszaki egyetemen és is más iskolákban is sajnos nagyon kevés szó esik a hagyományos szerkezetekről, és azok a fiatalok, akik manapság ott végeznek, tisztelet a nagyon-nagyon ritka, de létező kivételnek, nem nagyon tudják, hogy pontosan hogyan is működik egy ilyen szerkezet, és úgy vannak, hogy tegyünk rá egy vasbeton vagy vasbeton abból nagy baj nem lehet. És az ácsok is így vannak vele, egy beton koszorút annak a bizonyos archémédeszi pontnak tekintik, ahonnan a világot a sarkaiból ki lehet majd fordítani, nincs ilyenre szükség. Tehát, hogyha van egy többé-kevésbé egészséges fagerendázat, arra egész nyugodtan rá lehet építeni egy megfelelő tetőszerkezetet, természetesen kezelt fából, nem, kezelt fá, nem kezeletlen fából, érdemes bemártani, nem azért, hogy örök életig működjön rajta az a favédőszer, mert nem tart az örök életig, de a friss fába ne menjenek bele a bogarak. A, meg a penész, meg egyéb dolgok sem tudják megtámadni. A friss fa az olyan a rovar és egyéb kártevőknek, mint az óvodásoknak a friss vajaskalács azonnal beleharapnának. Ezért kell lemérgezni, és onnantól kezdve már nincs ezzel probléma. Erre sok megfelelő anyag van, amit érdemes használni. Hát ez lett volna a mai szakjelenő tartalom, remélem hasznos volt. Sziasztok, építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!